Szent Mártonról egy percben. Egy férfi, aki megváltoztatta Európa történelmét. Egy férfi, aki példa volt ezrek és tízezrek számára, akik egy igazabb utat kerestek az életükben. Ő volt Márton, Túr városának püspöke. A Szombathelyi Televízió filmjében megeleveníti Szent Márton alakját, felidézi tetteit és bemutatja a nevéhez fűződő néphagyományokat. A képkockákon feltűnnek a Szent Márton európai kulturális útvonal kiemelkedő állomásai Szombathelytől Túrig. Megjelennek azok a művészettörténeti építészeti emlékek, amelyekkel e településeken találkozhatnak a zarándokok. A filmet csaknem fél éven át forgatták, 2008-ban készült el, forgatókönyvét Molnár Péter írta, operatőre Vörös András és Szirmai Attila, vágója Ádám Dávid volt. A játékfilmes elemek felvételében 90 statiszta működött közre. A megjelenés évében a Szent Márton hét alkalmából szinte telt ház előtt nagy sikerű bemutatót tartottak a Szavária moziban. Az alkotás 2009-ben a helyi televíziók siófoki találkozóján helyi értékdíjat nyert. A magyar mellett angol, német és francia nyelven is nézhető film a Szent Márton emlékévben is elérhető az érdeklődők számára a Szombathelyi Televízió Géffin Gyula utcai szerkesztőségében.